Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Kutni Gábor vagyok, tekintsék meg röviden, mivel készültünk a mai műsorban. 50 éves a Bonyhádi Gondozási Központ. Bemutatkozik Sebestyén Orsolya, az idei Molnár Józsefné díjas. Mézédes reggeli után finom ebédet is kaptak a gyerekek. Egészen elképesztő versenyen vett részt egy bonyhádi pár. Kettős ünnepet ültek a szociális szféra dolgozói Bonyhádon. Egyrészt a szociális munka napján átadták a szakma kiemelkedőn teljesítő dolgozójának a Molnár Józsefné díjat, melyet idén Sebestyén Orsolya kaphatott. Másrészt ezen a napon ünnepelték a központ fennállásának 50. évfordulóját. A tudás, a tapasztalat, elhivatottság és tenni akarás, melyek évtizedek óta jellemzik az intézmény mindenkori munkatársait, példaértékű és elismerésre méltó. Ezzel a gondolattal köszöntötte Filóni Ferenci Gólya Bonyhádváros polgármestere a szociális munkanapján közösen ünneplő szakembereket, akik egyben intézményük fennállásának 50. évfordulójára is emlékeztek ezen a napon. A központban sokrétű feladatellátás zajlik, hiszen működtetik az idősek klubját és otthonát, családsegítő és gyermekjóléti feladatokat látnak el, vagy éppen házi segítségnyújtásra szorulóknak nyújtanak hathatós támogatást. 1972-ben az akkori községi tanács végrehajtó bizottsága döntött úgy, hogy létrehoznak egy intézményt, a mostani elődjét, és 50 év azért azt gondolom, hogy jelentős időszak egy ember életében is, de még inkább egy intézmény életében, és szerettük volna a mai nappal ezt is összekötni, és egy olyan közös ünnepléssel az intézmény valamennyi dolgozóját és egykori dolgozóját meghívva egy olyan feledhetetlen estét szervezni a dolgozóknak, amit bízom benne, hogy ők is majd így éreznek. Ez egy olyan szakma lehet, amiben azért a mindennapi munkám során én is egyre inkább belelátok, hiszen egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, ugye a veszélyhelyzet azért szinte napi szinten megkövetelte azt, hogy az intézmény vezetésével és kollégákkal folyamatosan együtt dolgozzunk, és én csak úgy tudom ezt értékelni, hogy megközelíteni, vagy választ adni erre a kérdésre, hogy csak úgy látom, hogy ez egyértelműen nem pénzkérdés, ez tényleg a legnemesebb értelemben hivatás, amit a kollégák végeznek, mert ezt másképp nem lehet. Időseket gondozni, olyan családok mindennapjába belelátni, segíteni rajtuk, akik nehéz sorsúak, nem csak anyagi helyzetet tekintek itt nehéz sorsnak és nehéz helyzetnek, hanem egyéb élethelyzeteket is, amikor külső segítségre szorulnak, és mindez megadatik ennek az intézménynek a szolgáltatásaiba, hiszen nagyon széles a skála, a házi segítségnyújtástól kezdve a jelzőrendszeres szolgálaton keresztül, a gondozáson, az ápoláson keresztül, a klubfoglalkozások, és ahogy említettem, a fiatal családoknál pedig a család segítése, a gyermekek gondozása is beletartozik ebbe a munkakörbe, nyilván mindenkinek a maga területén, hiszen sokan dolgoznak, több mint 50-en az intézményben. Ez csak szívvel és lélekkel is hitből lehet, és tényleg hittel és meggyőződéssel csak ezt tudom ismételni. Én csodálom őket, hiszen nap mint nap nagyon nehéz lehet azt végigvinni, hogy este a saját családjukhoz úgy mennek haza, hogy egyébként nagyon sok más embernek is segítettek, de ez ugyanakkor jó érzés is. Bonyhádváros második alkalommal adja át ezen a jeles napon a Molnár Józsefné díjat, melyet ebben az esztendőben Sebestyén Orsolya a központ újra kinevezett igazgatója lehetett át. A város abban a ritka helyzetben van, hogy egy új névadója a szakma dohányja még a napi kapcsolatban állhat munkatársaikkal, segítve őket meglátásaival, tapasztalataival. Teljesen más kép foglalkoztatják a gondozó, mert én szerintem, ha fölveszik, már másképp tájékoztatták. Akkor majdnem, hogy szégyen volt, hogy valakihez egy szociális gondozó járt, hogy az a család nem tudta ellátni azt az időset. Hát milyen gyerek az ilyen? Ugye, hogy, tehát még majdnem úgy volt, hogy meg kellett küzdjek a családdal is, hogy hát oda megyek naponta, nagyon sokszor kétszer is. De voltam olyan paszban, hogy 8 órakor este még a férjemmel elmentünk sétálni arra, és megnéztem, hogy a néni jobban lett-e, vagy maradt-e olyan állapotban, hogy... Meg ugye akkor még nem volt telefon. Nem tudtam oda telefonálni, vagy ő nekem telefonálni. És most a gondozónők ellátva telefonnal mindennel, tehát egy teljesen más. Én nagyon szeretem, én a mai napig, hát én is már 80-on túl vagyok, úgyhogy én...
hogyha most már engem kellene szeretgetni, de hát én nagyon szeretem. Én még most is elveszem a szatyrot, úgy biztos, hogy gondolja az illető, hogy Úristen. De én elveszem, aki rosszul megy, vagy látom, hogy a lába fáj, vagy valami. Adja ide, hazaviszem a kapuba, leteszem is. Az utcába ekkora gyerekek, azok köszönnek, messzire, csókolom, Erzsi néni. Egy ilyen, tudom én nagyon szeretek segíteni máson. Ahhoz, hogy valaki magas szinten művelje a szociális gondoskodást, nagyfokú elhivatottság szükséges, hangzott el többször is az est folyamán. Azok, akik naponta veszik le a terhet mások válláról, valahogy másképp szemlélik a világot. 2021-ben, pontosan egy évvel ezelőtt én kaptam ezt a Molnár József díjat. Ez egy hatalmas elismerés a szociális munkának, tulajdonképpen a legnagyobb elismerése. A munkámat még intenzívebben, még erőteljesebben végzem. Azt gondolom, hogy ez egy olyan elismerés, ami nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és a mindennapokban tényleg a díjnak megfelelően kell az embernek a munkáját végezni. Azt látjuk, hogy minél többen jelennek meg a szociális szférában, minél több embernek kell segíteni, egyre több rászorulót látunk, sokkal nagyobb a kihívás, mint a korábbi években. Én azt gondolom, hogy a mai társadalmi helyzetben egyre nagyobb szükség van a szociális munkásokra, a dolgozókra. Egyre több az idős ember, egyre több a beteg ember, és igen, azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van rá. Ha mi nem vagyunk, ezek az idős emberek nincs, akire igazán támaszkodhassanak, és nagyon sok család a munkáját nem tudja lemondani, hátrahagyni, és igen, itt jövünk mi a képbe, ahol nagyon-nagyon fontos szerepet játszunk azzal, hogy oda megyünk, megreggeliztetjük, megebédeltetjük. Sokszor a legkisebb dolgok jelentik a legnagyobbat. Egy kedves szó, egy simogatás, ami azt hiszem, hogy a mai rohanó világban elmegyünk egymás mellett, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy az idős ember érezze, hogy őrá szükség van, és ameddig él, azt méltóság teljesen szeretetbe élhesse. A következőkben pedig ismerjék meg közelebbről azt a szociális szférában dolgozó szakembert, aki kiemelkedőt nyújtott ebben az esztendőben, és így kiérdemelte a szakma legjobbjának odaítélt kitüntetést. Sebestyén Orsolya ebben az esztendőben kapta meg újabb kinevezését a gondozási központ vezetőjévé. 2016-ban történt meg a pályaválasztásomnak a módosítása, hiszen az addigi gyerekvédelemből, iskolából átkerültem az idős ellátásba. Akkor volt itt lehetőségem arra, hogy a nappali ellátás vezetőjévé válhassak. Megpályáztam és sikerrel is elfogadtam ezt az állást, azóta vagyok itt az intézményben. Már akkor a váltás nagyon nehezen ment, hiszen az én kis rózsaszín ködös világomból egy teljesen más környezetből kerültem ide, egy szürke, nagyon strapás munkavégzésű helyre, de az idősek szeretete, az a ragaszkodás, amit felénk tanúsítanak, az egy nagyon-nagyon nagy erőt ad a mindennapi munkavégzésünk során. Családunk tagjaivá válnak, hisz napi szinten együtt vagyunk. Úgyhogy igen, most is váltanék. Nagyon nehéznek tartom abból a szempontból, hiszen megkezdődik egy kötődés az idősek irányában, és nagyon-nagyon rossz érzés, amikor őket elveszítjük, vagy idősek otthonába kerülnek, és ez bennünket is ugyanúgy megvisel, mint őket. Nagyon fontos, hogy milyen kollektívával dolgozunk együtt. Az egy elsődleges, hogy olyan csapatot tudtam kialakítani, ahol egymásra számíthatunk, és ez a mai világban, a rohanó világban, hogy foglalkozunk egymással, és fogjuk egymás kezét, és segítjük a mindennapokban, az egy nagyon jó munkahelynek számít, hogy támaszkodhatunk a másikra, hiszen pont a mi munkavégzésünk olyan, hogy a kiégés elleni védelemben ez a legjobb, hogy
hogy meg tudjuk beszélni a dolgokat. Én ezt mindenféleképpen minden tanulónak ajánlom, amikor ide jelentkezik gyakorlatra, hogy megkapja azt a támogatást, amire szüksége van a mindennapokban. Mindenféleképpen jó érzés, hogyha van egy visszacsatolás a munkásságunkról. Nagyon jó érzés, amikor a Facebookon kiírják, hogy köszönik a segítséget, hogy a lányoknak a munkáját, tehát ez mindig felemelő érzés, hiszen pozitívan bírálják el a munkánkat. Tehát nem csak átesünk a munkán, hanem szívvel, lélekkel csináljuk mindannyian. És igen, és az, hogy ez egy díjban is elismerésre kerül, az pedig a szakmánknak a nagyon nagy fokú elismerése. Az, hogy ez a díj, pont a Molnár Józsefné díj, az Erzsi néni által elnevezett díj, hisz én kiskorom óta ismerem őt, az meg nekem számomra egy a szakmai csúcspont elismerése, hogy ezt az Erzsi nénitől kaphatom meg. Akác, repce, hárs, virág vagy éppen galagonya. Néhány mészfajta, amiket megkóstolhattak a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola tanulói az európai mézes reggeli keretein belül. Aztán a kiadós édes reggelit követően a nemrégiben felújított ebédlőbe siettek a gyerekek, ahol különböző ételeket ízlelhettek meg. Egymás után kóstolták a különböző fajta mézeket a gyerekek a Bonyhádi Széchenyi István általános iskolában. Az intézmény ugyanis már évek óta csatlakozik az Európai Mézes Reggeli programhoz. A Szlovéniából származó, ma már európai szintű kezdeményezés lényege, hogy felhívja a figyelmet a jó étkezési szokásokra, amit már gyerekkorban ki kell alakítanunk. Ilyenkor az akcióhoz csatlakozó iskolákban, óvodákban a gyerekek helyi méhészek mézeit kapják reggelire, ezzel is népszerűsítve az egészséges mézfogyasztást és a helyi családi méhészeteket, és nem utolsó sorban a reggeli étkezés szükségszerűségét. Segítségünkre volt Simon János méhész, aki ezt a felajánlást tette, és önzetlenül ezt program mellé állt. Ő egyébként korábban szülő volt iskolánkban, tehát megvan a kötődése is, és évek óta tartjuk ezt a programot. Egyébként ezen a héten az egészséghét rendezvény hét zajlik, ehhez csatlakozik ez a mézes reggeli program, és azt gondolom, hogy a képeket is látszik, hogy a gyerekek örömmel fogadják a mézet, és remélem, hogy fogják is alkalmazni a mindennapokban. A méhész azt mondja, szeretné megtanítani a gyerekeknek, hogy a méz sokkal természetesebb és egészségesebb édesítő, mint a cukor. Biológusok és orvosok is bizonyították, hogy a cukor mennyire káros hatással van az emberi szervezetre, és a méz ugye az gyümölcs és szőlőcukor összetételének köszönhetően az nem raktározódik el úgymond a szervezetben, a sejtekben, hanem azonnal felhasználásra, fölbomlásra kerül, és ezért szellemileg fejleszti a fiatalokat, a sportolók használják, mert nagyon energiabomba, és magában rengeteg egészséges dolgot tartalmaz a méz. Különfajta fajta mézek vannak, megvan melyik fajta méznek milyen gyógyhatása vagy jó hatása van. A repce például az egyetlen lugos méz, ezért a gyomorsav túltengés ellen is kiváló. A többi méznek savas hatása van. Az akácmézet, az a Magyarországon köztudatban elterjedt hungarikum méz, ezt a legkedveltebb mézfajta és a legértékesebb mézfajta Magyarországon. Ezt számosan sokan szeretik. A vegyes méz, azt több célú felhasználásra lehet használni, a süteményektől kezdve valaki savanyúságtartósításra használja cukor helyett, és nagyon sok vitaminanyag van benne. A galagonya méz, ugye a galagonya a szívnek a gyógynövénye, a galagonya virágzatát meg a rügyei tavasszal begyűjtik, leszárítják, gyógyteát készítenek belőle, ősszel a terméséből, a piros bogyóból csinálnak ugyanúgy szárított bogyóból teát is, és lekvárt is, és a méze meg ennek a kombinációképpen egy jó galagonya teát, egy galagonya mézzel még nagyobb szíverősítő, vérnyomás csökkentő hatása van. A hársméz pedig a hőrkurutra, a köhögésre nagyon egészséges, ugyanúgy, mint a hárs virágzatának a hárstea, ugyanúgy hársmézzel kombinálva egy érdekes méz. Kinek ez a kedvence, kinek az a kedvence, itt kialakul a gyerekek közében a favoritnak számít a repceméz, nagyon tetszik nekik, hogy ez a fehér krémes állaga, nagyon sok gyerek elnevezte már itt úgy, hogy ez a fehér Nutella. Hát én azt mondom, hogy ha ezzel táplálkoznak, akkor rossz egészségi problémáik nagyon nem lesznek.
Azonban nem csak az iskolában zajlott kóstoltatás, az intézményhez tartozó ebédlőben is finomabbnál finomabb ételeket fogyaszthattak a gyerekek. A cél az volt, hogy bemutassák a diákoknak, korán sem olyan rossz dolog menzásnak lenni. A Széchenyi iskolának az egészség héthez való programjához kapcsolódtunk be mi is, és igazából több étellel, levesekkel és másodikokkal készültünk. Brokkoli krémlevessel, levesgyöngyel, lencsegulyás, tejfölös karalábélevessel, burgonyafőzelék fasírtal, paradicsomos húsgombolc főtt burgonyával, olaszos rakott tésztával, tavasztízes hús káposztásalátával és morzsás nudlik baraflekvárral. Ezt ajánljuk a gyerekeknek itt elsősorban. Célunk a gyermekek és az ételek egy kicsit közelebb hozásra, szeretnénk bemutatni és megmutatni az ízvilágot, szeretnénk megmutatni, hogy mi milyen célokat, milyen irányvonalat képviselünk. Törekszünk az egészségre, odafigyelünk, hogy a zöldség, gyümölcsök aránya mindig megfelelő legyen, nem csak az ebédnél, 10 órai uzsonnánál is, úgyhogy ez egy fontos törekvésünk. A felújított és modernizált ebédlőben az intézmény diákjainak 60%-a étkezik, viszont a főzőkonyha 1400 adag ételt készít minden nap. Egészen elképesztő versenyen vett részt egy bonyhádi pár. Több napon keresztül tartó akadálypályákon haladva győzték le saját teljesítő képességüket. De nem állnak itt meg, már most tele vannak tervekkel. A legextrémebb körülményekre is érdemes felkészülnie annak, aki egy spártán versenyen indul el. A bonyhádi Kis Csaba az ország legrégebbi nevezői közé tartozik. Először közel egy évtizede vett részt ilyen próbán, legutóbb pedig Komlón bizonyított. A spártán rész az nekem az én életemben 2014-ben jött Magyarországon, akkor volt először itt a verseny, Eplényben. Én azon részt vettem, utána 2014-15-16-17-ig én voltam Lengyelországban, Csehországban, mindenhol megjártam, én mindenhol megcsináltam a mit lehetett ilyen versenyeket külön. És most ez az első, ami így igazából így sikerült, hogy ilyen trifekta hétvége, ez nem régóta van egyébként, ezt mondtam, hogy akkor legyen egyszer egy ilyen mindent egyszerre. Vagyis Csaba egy egész hétvégén át küzdötte le a nehezebbnél nehezebb akadályokat, ráadásul ebben a párja is segítségére volt, aki szintén elindult a komlói versenyen. Első nap csináltunk egy 21 kilométeres távot, ami 21-nek van kiírva, de 23 kilométer volt a szakasznak a vége. Ebben volt 33 akadály, nem könnyű akadályok, egy elég komoly szintkülönbséget is kellett futni, és természetesen időre csináltuk a versenyt. A második nap volt délelőtt egy 11 kilométeres távunk, 26 akadállyal, délután pedig 5 kilométert futottunk, ami egyébként 6 kilométer volt, 21 akadállyal. Nagyon kevés időnk maradt a pihenésre, úgyhogy ennek a lényeg az, hogy minél hamarabb tudjon az ember újra épülni és újra éledni tulajdonképpen. A bonyhádi pár tehát abszolút kitett magáért. Itt a termünkbe készültünk föl rá. Mondhatni, hogy ez egy futóverseny, de nem is nagyon futottunk a felkészülés ideje alatt, hanem evesztünk, sieltünk, kerékpároztunk, kardiogépeket használtunk, saját testsúlyos edzések nagyon-nagyon fontosak hozzá, és súlyzós edzések. A spártánon 5 és 50 kilométer között változnak a futótávok, de vannak ennél sokkal hosszabb, akár 60 órás számok is, ahol nem ritka a 100 kilométer megtétele. Emellett legalább 20, de nem ritkán 60 akadályt is le kell küzdeniük az indulóknak. Ez pedig rendkívül alapos felkészülést kíván meg a nevezőktől, és az sem hátrány, ha az embernek van sportmódja. Én hosszú távfutó voltam régebben, és tudom, hogy ha ezt az ember egyszer így a fejébe csak így ellengeti, hogy nem megy, akkor nem fog menni. Tehát én nagyon a finishre koncentráltam, hogy igenis beérünk a célba. Amit adni tud, hát ez egyszer az, hogy
Aki még nem volt ilyen, annak azt tudnám mondani, hogy ezt azért kell kipróbálni, mert legyőzi saját magát az ember. Most akit vittünk még a Tamás, ő is igazából ockodott az egésztől, de ő is legyőzte saját magát. Itt mindenki legyőzi saját magát. Jövőre készülünk a következő ilyen versenyszezonra, mert most szerintem egy kicsit úgy rá is kattantunk erre a dologra. A Spartán tehát sokaknak nem is igazán a versenyzésről szól, a résztvevők között rengetegen vannak, akik nem egymást, hanem saját magukat akarják legyőzni, maximálisan kihasználva a teljesítő képességüket. A felkészülési idő az maga az út, és nagyon-nagyon édes a célba érkezés. Büszkék vagyunk rá, mert nem sokan teljesítik ezt a trifekta hétvégét. A nem mindennapi teljesítményeket halmozó pár már a jövőre nézve is tele van tervekkel. A jövő ősszel lesz egy ultra táv, ami 50 km 60 akadállyal. Ez külföldön kerül megrendezésre, rengeteg szint van benne, és hát időkorlát. Tehát itt azért nagyon oda kell figyelni arra, hogy kicsit gyorsabban fusson az ember, és az akadályokat minél hibátlanabbul teljesíteni, mivel hogyha egy akadályt elrontunk, az 30 büntetés, tehát 30 burpee-t kell csinálni, így az a cél, hogy minél kevesebb hibaponttal végig tudjunk menni a pályán, és ez a tervünk tulajdonképpen a jövő évben. Önök a Bonyhádi Naplót látták, tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra!